A Pécsi COVID központ nővérei, ápolói és a diagnosztika munkatársai számára gyűjtünk, ezt írta a bejegyzésében a helyi iparkamara főtitkára közösségi oldalán. Vasárnap indult a kezdeményezés, cél, hogy az egészségügyi dolgozóknak, akik közül sokan 24 óráznak rendszeresen, támogatást nyújtsanak a helyi vállalkozások szolgáltatásokkal, mondja Rabszabolcs. Ne pénzt adjon, hanem vásároljon szolgáltatást. Vásároljon személyi szolgáltatást, masszást, fodrászatot, pedikürt, manikürt, vásároljon éttermi utalványt, amit akár a sürgősségén dolgozó kollégák ugye házhoz rendeléssel is el fognak tudni költeni, vagy ha a korlátozás megszűnik, akkor ezek akár jövő év végéig érvényesek, tehát el fognak tudni menni a családjukkal, egymással, baráti társaságok étterembe, vásároljanak szálláshely szolgáltatást. Ez a támogatás nyújthat olyan lelki erőt, ami kicsit könnyebbé teheti a napi terhelés elviselését, mondja a főtitkár. Eddig 3 nap alatt már több mint 1 millió forint jött össze, 30 vállalkozás jelentkezett. Az éttermek, szálláshely szolgáltatók, a személyi szolgáltatás, itt van, aki 5000 forintos bónokat, és akkor ebből 4-et, 5-öt erejéhez méltóan 10 darabot. Vannak cégek, akik a kamarát kérik meg, hogy a pénzbeli támogatást próbáljuk meg tárgyi eszközbe fordítani. Vannak, akik gyümölcslevet, babzsákot, dizájntáskát, bőrkesztyűt. De volt például pálinka főzdés és sörös felajánlás is, hogy az egészségügyi dolgozók baráti társaságukkal együtt tudjanak pihenni, kikapcsolódni. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában továbbra is várják a vállalkozások felajánlásait a Pécsi COVID központ dolgozói számára.